Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szeretném a programot mutatni a gyülekezettel. A délutáni istentisztelet 5 órakor fog kezdődni. Ifjúsági istentisztelet lesz. És Márton testvér fogja szólni az Isten igéjét. Május 23-áig tart Ki vagyok én című ifjúsági sorozat, ami a gyülekezet oldalában közvetítve minden vasárnap este 9 órától. Április 30 és június 11-e között pedig egy újabb ifjúsági sorozat következik, minden péntek este 9 óra 30 perctől, melynek címe Irány. A könyvesboltokban még kedvezményesen lehet kapni a nagybetűs Károlyi Biblia fordítást. Ugyanakkor meg vagyunk kérve arra, hogy még akik tudunk és szeretnénk adományozni a gyülekezet felújítására, ezt még megtehetjük, még vannak költségek, amiket ki kell fizessünk. Továbbra is működik a jótékonysági konyha, kérünk mindenkit, aki szeretné segíteni az ingyen ebédet azoknak, akiknek szüksége van, tegyék meg ezt a borítékban, tüntessék fel az összeget és a jótékonysági konyha című részt. Születésnapjukat ünneplik Földvári Edit, Jászó István, Tésik Imola, Józsa Ilona, Marta Ilona, Zakariás Kinga, Csurila Anna, Pásztor Ervin. Istennek áldását kívánjuk számotokra. A Zsoltár író 31. rész 17. versét olvasom fel. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ne feledkezzünk meg betegeinkről. Varga Anuska, Rupárcsics Ildikó, Resztesán Ibolya, Décsei Júlia, Fogarasi Anna Mária, Jugos József. A harmadik szombaton André Máriusz, az Uniónak a családi ügyosztály vezetője lesz itt a gyülekezetünkben. Erre az alkalomra is szeretettel meghívjuk a gyülekezet tagjait és vendégeit. Családról szóló téma lesz a harmadik szombaton bemutatva. És a második szombat délutánján a gyekei szükségben levő testvérnőnek fogunk gyűjteni. Ma lesz bemutatva egy film, ami bemutatja a helyzetüket. Majd ezt kísérjétek figyelemmel. Meghívom a gyülekezetet, hogy az egyes számú énekünknek az egyes versszakát énekeljük a bevonuláshoz. Isten tiszteletünket megkezdjük, és a 335-ös számú éneket énekeljük az adventista énekeskönyvből. 335. Oh.
Szeretetben gazdag mennyei édesatyánk, hálát és köszönetet mondunk te néked végtelen szeretetedért, jóságodért, kegyelmedért. Köszönetet mondunk az újabb alkalomért, amikor a te házadba együttesen összegyűlhetünk neved dicsőítésére. Kérünk, jelenjél meg te szent lelked által, te járjál szívről szívre, és segítsél meg, hogy megértsük az üzenetet, megértsük azt, hogy mennyire szeretsz, és készíts a te veled való találkozásra. Megemlékezünk a betegekről, te enyhítsd az ők fájdalmaikat, te légy, akik nehéz helyzetekben te hozzád fordulnak, hallgass meg az ők imájukat, és szombatnapi áldásod kísérjen. Továbbra kérünk, maradj velünk akaratod szerint az Úr Jézus szép nevekért, hallgassál meg. Amen. Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyámféjai közül, én velem cselekedtétek meg. A föld legnagyobb kiváltsága az volt, hogy 33 és fél éven keresztül Isten fia jelen volt az emberek között, hogy a bűn 4000 éves történelme után megtapasztalja az emberi létet. Az emberi lét minden szakaszán átment, a születéstől egészen a halálig. És minden helyzetben bebizonyította, hogy nem szégyen testvéreinek nevezni bennünket. Szolgált a bűnösök asztalánál, közben járt több ezer éhes ember megvendégelése érdekében, mindenható karját kinyújtotta, hogy bőségesen megajándékozza élettel és egészséggel azokat, akik hitték, hogy Isten áttöri a halál korlátait. 3,5 éven keresztül napról napra járta a városok és falvok poros utcáit, hogy megkeresse testvéreit, azokat, akik a mennyei atya akaratát óhajtják teljesíteni. 2000 évvel azután, hogy az Úr Jézus felhívást intézett hozzánk, hogy kielégítsük az éhezők, szomjazók, ruhátlanok és bebörtönzöttek szükségleteit, a romániai adra önkéntes szolgálatokat szervez a hetednapi adventista egyházban, és nem csak. Annak bizonyítéként, hogy az életben igenis be lehet mutatni Isten igazságát, együttérzését és szeretetét. Ellen G. White így fogalmazott. Megértéssel és együttérzéssel szolgáljunk azoknak, akiknek segítségre van szükségük. Önzetlen, komolysággal keresve az emberiség fájdalmának és szenvedésének könnyítését. A romániai adra célja az emberiség segítése annak érdekében, hogy mindannyian úgy élhessünk együtt, ahogy azt Isten számunkra eltervezte. Ilyen értelemben a romániai adra mások szükségleteit minden körülmények közt saját érdekei fölé helyezi. A szükségben levőket teszi középpontba, válaszolva alapvető fizikai, mentális és lelki szükségleteire. Dicsőítjük ma Istent, amiért lehetőségünk adott csatlakozni hozzá embertársaink szolgálatában. Adakozzunk a kapott áldásokból, hogy azokat az igazság, az együttérzés és a szeretet szolgálatába állíthassuk. Sok áldást! Íma, mennyi ajcsán kérünk, fogadd el, amit ma elét hozunk, az a vágyakozásunk, hogy mindent a te lábaid elé helyezzünk. Az Úr Jézus nevében. Amen. A mai gyűltés a romániai adrát támogatja. Kérjük a diakonusokat, hogy gyűjtsék be az adakozást és a tizedet.
Mennyi atyánk, megköszönjük te néked azt a sok áldást, amelyel megáldottál bennünket. Most megköszönjük, hogy te megáldottál javakkal is bennünket, most elhoztuk a te neked járó részt, kérünk áld meg és szentel meg, és adjad, hogy annál többet tudjunk tenni, hogy mások is megérezzék a te jóságodat, és minden olyan téged tudjunk szolgálni. Most légy mindazokkal, akik nem jöttek el a te házadban, és adjad, hogy meg tudjanak hallgatni téged, és nyisd meg a mi szíveinket is, hogy befogadjuk az ígét, és meg tudjuk teremni a kellő gyümölcsöt az örök élet számára. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen. Szeretném megkérni a technikusokat, hogy vetítsék ki azt a kis filmet a gyekei szükségben levőkről. Az adományokat a szombat délután fogjuk begyűjteni, és mindazok, akik felajánlásokat szeretnének tenni, ezt megtehetik, hogyha a borítékra ráírják, hogy gyekei szükségben levők. És a következő szombaton is behozhatják ezt. Gyekeközség, Kolozs megye. Itt található ez a kis kunyhó, amelyben három személy él. Lujza, az özvegy és beteg édesanya, Attila, a 12 éves fiú, és Franciska, a 9 éves kislány. A család a gyermekek árvasági nyugdíjából és a gyermekpénzből tengeti életét. Kis házukat több alkalommal saját kezűleg igyekeztek javítgatni. Festettek, meszeltek, deszkáztak, stb. De a ház mostanra sajnos annyira lerobbant, hogy önerőből már nem lehet megjavítani. Az alap megbomlott, a falak megrongálódtak, az esővíz beszivárog a konyhába, sőt, még a patkányok is néha bemerészkednek a házba. Szakemberre és persze építőanyagra lenne szükség az alap és a falak megerősítéséhez. Ez azonban pénzbe kerül, amelyet ők nem tudnak előteremteni szűkös jövedelmükből. Ha nem találnak sürgősen megoldást, a falak rájuk omolhatnak. Ezért úgy gondoltuk, hogy vállaljuk fel ennek az ügynek a támogatását. Hisszük, hogyha összefogunk, minden lehetséges. Ha Jóisten úgy indít benneteket, támogathatjátok ti is ennek a célnak a megvalósítását. Adományaitokat átadhatjátok személyesen a Halmi vagy a Varga család tagjainak, vagy átutalhatjátok a következő bankszámlákra. Isten áldja meg önzetlen segítő készségeteket.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és azokat is, akik interneten követik az Isten tiszteletet. Az utóbbi időben egy nagyon gyakran használatos kifejezésé vált ez a bezártság szó. Több oldal, médiacsatorna foglalkozik evel a témakörrel, hogy milyen hatása van a bezártságnak az emberekre. És a ma délelőtti témának a kiválasztása közben azon gondolkoztam, hogy vajon van a Bibliában egy olyan történet, amely valamilyen formában, valamilyen szinten összekapcsolható a bezártságnak a témakörével. És Jónásnak a története jutott eszembe. Úgy gondolom, hogy Jónás életének egy adott pillanatában sokkal, de sokkal jobban megtapasztalta a bezártságnak az állapotát, mint bárki más itt közöttünk. Úgy döntöttem, hogy ma délelőtt Jónás történetéből fogok néhány gondolatot kiemelni. Tudom, hogy egy nagyon ismerős történet, de hiszem, hogy nem hiába van feljegyezve a Bibliában. Ezt maga Jézus szava is alátámasztja, hiszen a Máté evangéliumában a 12. fejezetben két alkalommal is utalást tesz Jézus is erre a történetre. Mivel egy ismerős történet, ezért nem fogom előről végig elmesélni, csak néhány gondolatot szeretnék kiragadni a történetből, és most nem is Jónásnak a bezártságáról szeretnék beszélni, amikor 3 napig a hal gyomrában volt. Nem erről fogok beszélni, hanem inkább az ezt megelőző időszakból fogok néhány gondolatot kiemelni. Alapigének a Jónás könyvéből, az első fejezetből olvasom a 4-től 6-ig terjedő verseket. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltanak ki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányták, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. De hozzáment a kormányos mester, és mondanéki, mi lelte nagy alvó, kelj fel, kiálts a te istenedhez, hát ha gondol velünk az Isten, és nem vészünk el. A felolvasott szakasznak több apró részlete is fontos üzenetet hordoz számunkra. Szeretném, hogyha először megnéznénk, hogy mit jelent Jónás profétának az a viselkedése, hogy a vihar közepén is mélyen aludt. Aztán szeretném, hogyha megnéznénk, hogy mit jelent az, hogy az Úr erős szelet támasztott. Majd megnézzük a vihar nagyságát is, és végül megnézzük, hogy a hajósok mit tettek ebben a felfordulásban. Először tehát nézzük meg, hogy mit üzen számunkra Jónásnak az alvása. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én akárhányszor elolvasom ezt a történetet, mindig felmerül a kérdés, hogy hogy volt képes Jónás egy ilyen viharban elaludni. Egyáltalán hogyan tudott aludni nyugodtan mindazok után, amit tett, hiszen tudjuk, hogy Istennek az egyértelmű parancsát szegte meg, amit nem is csak igeolvasás által értett meg, hanem Isten személyesen szólt hozzá, és ő mégis felült a hajóra, amely tudjuk, hogy ellentétes irányba ment Isten akaratával, majd lemegy a hajó aljába, és nyugodtan alszik. Másodszor tudjuk, hogy azzal a szándékkal indult útnak, hogy egy jó hosszú ideig távol lesz a családjától, szeretteitől, rokonaitól. Mondhatjuk, hogy mindent hátrahagy, ami fontos volt számára. És most hirtelen, amikor minden veszni látszik, akkor felmerül a kérdés, hogy minden most idegen hagyja. Felmerül a kérdés, hogy hogy volt képes aludni. Harmadszor pedig egy teljesen új világ felé tartott, ahol lehet, hogy nem ismert senkit, lehet, hogy azt sem tudta, hogy miből fog megélni, hol fog aludni, mit fog enni. És úgy gondolom, hogy bármennyire is kalandvágyó legyen egy ember, amikor ennyi probléma
adódik az életében, amikor ilyen összetett a probléma, akkor nem tudom elképzelni, hogy hogy képes valaki, ráadásul a vihar támad az életében, hogy tud nyugodtan aludni. Nem mondhatjuk azt, hogy Jónásnak ebben a periódusban az élete egy biztonságos állapotban volt. Tapasztalatból is tudjuk, gondolom mindannyian, hogy amikor több problémánk van az életben, akkor olyankor általában nem tudunk olyan nyugodtan aludni. Jónás mégis mélyen aludt. És felmerül a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges. Én egyetlen választ találtam erre. Úgy gondolom, hogy Jónás nem csak testileg aludt, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is elaludt. Elaltatta a lelkiismeretét. Hogyha valakinek a lelkiismerete nyugodt, hogyha tiszta, hogyha nem zakatol folytonosan a lelkiismerete, akkor ilyen állapotban, főleg, hogyha még társul fizikai fáradtsággal is, akkor az ember képes nyugodtan aludni. Van erre más példa is a Bibliában, például Péter apostol, tudjuk, hogy a kivégzés előtti éjszakán milyen nyugodtan alszik a börtönben. Jónásnak azonban egy hamis biztonságérzete volt. Ő azt gondolta, hogy megfeledkezhet a bűneiről, megfeledkezhet arról, hogy nem Isten szerint, nem Isten akarata szerint él. Egy ilyen hamis biztonságérzete volt, és ezért volt képes aludni. Nagyon gyakran megtörténik velünk is az életben, hogy elaltatjuk a lelkiismeretünket, különböző, lehet, hogy apró dolgok fölött, nemrég elkövetett bűnök fölött. Azt gondoljuk, hogy ha ezekkel nem foglalkozunk, akkor ezek maguktól megoldódnak, maguktól rendeződnek. A lelkiismeretet tehát el lehet altatni, meg lehet rontani. És ezt Pál apostolnak a Tituszhoz beliekhez írt leveléből alá is szeretném támasztani az első fejezetből a 15. verssel. Minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Tehát a felolvasott Biblia versből láthatjuk, hogy a lelkiismeret megrontható, el tudjuk azt altatni. Úgy gondolom, hogy ez az állapot, ez ma nagyon is jellemző, ez az egyik legveszélyesebb bűn, amit gyakran elkövetünk, hogy a lelkiismeretünket elhallgattatjuk. Amikor a rosszat jóval magyarázzuk meg, vagy amikor szemet hunyunk Isten akaratával, és ellenkező irányba megyünk, mint ahogy Jónás tette. A világi törvényszéken, a bíróságon létezik egy úgynevezett elévülő bűncselekmény, amelyért az elkövető egy bizonyos idő eltelte után nem vonható felelősségre. Istennél azonban bármilyen bűn egy idő után napfényre derül, és mindenért számot kell adjunk. Lehet, hogy az ítéletnek a vihara az nem ma, vagy nem holnap fog bekövetkezni az életünkben, de ahogy látjuk Jónásnak a történetében, előbb vagy utóbb, utolérte őt is a vihar. A másik probléma, hogyha elaltatjuk a lelkiismeretünket, hogyha elaltatjuk a Szentléleknek a hangját, akkor nem lehetünk igazi lelki keresztények. Csak testi keresztények lehetünk, amely szintén egy súlyos állapot, ami jellemzi ma az egyházunkat, és sajnos nehezen felismerhető ez az állapot, hiszen testi keresztényekként is tanulmányozhatjuk a Bibliát, rendszeresen jöhetünk az imaházba, mély Biblia ismeretekkel rendelkezhetünk, azonban mintha mégis valami hiányozna a vallásos életünkből. És úgy gondolom, hogy ez ma
ha nem is egyforma mértékben, de mindannyiunkra jellemző. Az ilyen testi keresztény ember szeretné Jézust követni, szeretné az ő útját járni, szeretné, hogyha Istennek a tetszésére élne, csak van egy probléma, hogy nem adta át még teljesen az életét Istennek. Jelenések könyvében, a 3. fejezetben Jézus utal erre az állapotra, és úgy nevezi az ilyen gyülekezeti tagokat, hogy langymelegek. Maga Jézus utal erre, és azt mondja nekik a 20. versben, hogy az ajtó előtt állok. És feltevődik a kérdés, hogy miért az ajtó előtt? Hát azért, mert nem engedjük be. Nem engedjük be az életünkben, lehet, hogy valami más dolog tölti be a központi szerepet az életünkben, és nem Jézus. Szeretném, hogyha megnéznénk, hogy milyen tényezők váltják ki ezt az állapotot, a testi kereszténységnek az állapotát. Az egyik lehet a tudatlanság. Lehet, hogy túl keveset foglalkozunk az igével, túl keveset tanulmányozzuk azt, hogy hogyan munkálkodhatunk együtt a Szentlélekkel. A másik lehet a hitetlenség, vagy a kisítűség. Amikor egyszerűen nem bízunk eléggé Istenben, Isten vezetésében, inkább a saját utunkat járjuk, mint ahogy Jónás is tette. Aztán ott vannak a téves elképzelések, vannak, akik azt állítják, hogy ők megkapták a Szent Lelket, közben lehet, hogy nem kaptuk meg még. Az egyik okozója lehet a túlzott leterheltség. A hétköznapjaink lehet, hogy annyira leterheltek, hogy egyszerűen nincs időnk egy igazi kapcsolatot ápolni Istennel. Ezen kívül ott vannak a rejtett bűnök, érzelmek alapján hozott döntéseink. Ezek mind-mind elválasztanak attól, megakadályoznak abban, hogy igazi testi keresztények legyünk. A hívő ember számára ez egy nagyon veszélyes állapot. Ebből az állapotból fel kell ébrednünk, és ne aludjunk, és ne is áltassuk magunkat azzal, hogy jó helyen vagyunk, hogyha jövünk az imázba rendszeresen, hogy akkor szemet hunyhatunk bizonyos dolgok felett, bűneink felett. Jónás történetében látjuk, hogy Jónás elaludt, mélyen aludt, nem akar tudomást venni arról, hogy mi Istennek az akarata, ezért az Úr támasztott egy viharos szelet az ő életében. Van egy csodálatos örömhír számunkra abban, hogy ahogyan Jónás megfogalmazza, hogy az Úr közbeszólt az ő életében. A jó hír az, hogy van kiút ebből az állapotból. Mert amikor Jónás beszámolt arról, hogy hajóra szállt, nem azzal folytatta, hogy az Úr hagyta, hogy elmenjen, hogy elmeneküljön, hanem valami más történt. Így folytatta, hogy az Úr pedig. Ez a kifejezés az eredeti héber szövegben az szerepel, hogy de az Úr. Az Úr pedig nagy szelet bocsátott a tengeren. Az eredeti szövegben az szerepel, hogy de az Úr. Ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy Isten nem hagyta annyiban azt, amit Jónás tett. Nem hagyta, hogy elmenjen. Lehet, hogy Jónás engedetlen volt, el akart távolodni Istentől, de Isten ezt nem engedte meg számára. Ez a de szó, ez arról beszél, hogy Jézus Krisztus, mint egy jó pásztor, utána megy az eltévedt bárányok után, mert nem akarja, hogy elveszünk. Isten még a vele nem törődő embert is szereti, és utána megy. Lehet, hogy egy vihar támaszt. Isten megtalálja a módját, hogy hogyan szólítsa meg az embereket. Lehet, hogy egy próbán vezeti át, de akkor sem hagyja, hogy teljesen eltávolodjon.
Isten szeretetből támasztotta a vihart Jónás életében. Gyakran hajlamosak vagyunk a viharra, az ilyen viharos időszakra úgy tekinteni, mint Istennek a haragjára. Sokszor csak Istennek a haragját látjuk meg ebben, közben fel kellene fedezzük Istennek a szeretetét is, aki nem hagyja, és nem hagyta, hogy Jónás csak úgy elmenjen. Lehet, hogy Isten sok esetben nekünk is megengedte, hogy tékozló fiú módjára eltávolodjunk tőle, és lehet, hogy megtapasztaltuk, hogy amikor eltávolodtunk, akkor ő utánunk jött, mert ő szeret minket. Néha Isten azonban korlátokat is ad a mi életünkben, hogy ne tudjuk, ne a mi önző fejünk után menjünk. Jó hír tehát, hogy Isten néha korlátoz bennünket, és nem engedi, hogy a saját utunkat járjuk. És visszatérve az alvó kereszténységnek az állapotához, örülnünk kell annak, hogy van ebből kiút. Senkinek nem kell megmaradnia ebben az állapotban. Ezt Pál apostol szavaival is szeretném alátámasztani, és a Korintusbeliekhez írt első levélből fogom olvasni a harmadik fejezetből az 1-3 terjedő verseket. Én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem keményeledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés, visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Felolvasott részben megfigyelhetjük, hogy a még szó háromszor is jelen van, háromszor is szerepel. Még testiek vagytok. Ez arra enged köztetni, ez a még szó, ez azt jelenti, hogy nem kell megmaradjunk ebben az állapotban, hogy van kiút a testi kereszténységből, senkinek nem kell megmaradni ebben az állapotban. Most szeretném, hogyha röviden megnéznénk, hogy mit jelent a vihar nagysága, miről beszél a vihar nagysága. Ugye tudjuk, hogy Isten egy hatalmas vihar támasztott, amivel feltartóztatta Jónást. Jónás könyvében többször is hangsúlyozva van, hogy a vihar olyan hatalmas volt, olyan nagy erejű volt, hogy majdnem a hajó összetört. Miről beszél a viharnak a nagysága? Először is arról, hogy Isten pontosan a megfelelő nagyságú vihar támasztja, ahhoz, hogy felismerjük Istennek a kezét benne. Hogyha egy ilyen átlagos vihar támasztana csak, akkor lehet, hogy észre se vennénk. A hajósok, gondolom, hogy nagyon sokszor találkoztak már viharral, de ennek a viharnak a nagysága olyan mértékű volt, hogy még ezek a tapasztalt tengerészek, hajósok is elkezdtek félni, rettegni, és elkezdtek a saját Istenükhöz imádkozni. Tudták, hogy ez Istentől származhat, és hogy csak ő állíthatja le a vihart. Isten nagyon sok esetben munkálkodik így a mi életünkben is, hogy egy olyan veszélybe visz minket, egy olyan megpróbáltatáson vezet át, hogy vegyük észre, hogy az ő keze van rajtunk. Gyakran egy vihart támaszt az életünkbe, hogy meghalljuk az ő hangját. Isten tud szeliden is szólni, meg tud szólítani szeliden is, lágy hangon, csak sokszor ezt nem vesszük észre, és éppen ezért egy nehéz próbát ad. Lehet, hogy ez egy betegség, vagy egy anyagi csőd, vagy egy szerettünknek az elvesztése, ami által figyelmeztetni szeretne bennünket. És általában ilyenkor a mi értekkel szoktunk törődni, hogy miért engedte meg Isten, miért nem szeret. Azonban ezekben a viharos időkben meg kell halljuk Istennek a hívó hangját. Hiszen azért adja Isten ezeket a próbákat az életünkben, mert
hozzá szeretne hívni bennünket. Ugyanakkor azt is meg kell látnunk, hogy a vihar nagy volt, de mégsem volt olyan nagy, hogy a hajó utasai elvesztenek. Elég nagy volt ahhoz, hogy felfedezzék a hajósok, hogy Isten keze van benne, de mégsem volt akkora, hogy elvesztenek. Ez pedig Isten szeretetének a jele, hogy ő pontosan egy akkora próbát enged meg az életünkben, csak annyira enged minket kétségbe esni, mint a hajósokat. A vihar hatalmas volt, tudjuk, hogy félelem lett úrrá a tengeren, minden töredezni látszott, hajósok elkezdtek ledobálni, a tengerbe kezdték dobálni a fölösleges tárgyakat. És most szeretném nézzük meg, hogy mit jelent a hajósoknak a viselkedése, mit tettek ez idő alatt. Nem szeretnék mindenre kitérni, csak két apró részletet szeretnék megemlíteni. Az első az, hogy a vihar idején, a próbák idején általában átértékelődik az életünk. Ami addig biztonságosnak tűnt, lehet, hogy az bizonytalanná változik. Ugye a hajó is, a biztonságosnak itt hajó töredezni látszott. Lehet, hogy a megszokott életünk, az egészségügyi állapotunk, amire sokszor nem is vigyázunk eléggé, az apró áldások, amiket nem veszünk észre a hétköznapokban, amikor az életünk megpróbáltatás alatt van, olyankor ezek a dolgok felértékelődnek. És mindent megtennénk azért, hogy visszaszerezzük ezeket. Lehet, hogy mindent megtennénk, hogy megmentsük ilyenkor az életünket. És az is érdekes, hogy ami eddig fontosnak véltünk, a világias dolgok, az ilyen esetben a próba idején, mintha már fölöslegessé válnának. Ugye a történetben látjuk, hogy a hajósok elkezdték ledobálni, a tengerbe kezdték dobálni a fölösleges tárgyakat, és szeretném, hogyha levonnánk mi is a tanulságot, hogy mi is dobáljuk le az életünkből azokat a fölösleges dolgokat, amelyek elválasztanak Istentől. Ilyen lehet a pénz, a hírnév, a hatalomvágy. Ezek mind-mind értéktelenné tudnak válni, amikor az ember élete veszélybe kerül. És jó lenne, hogyha erről nem feledkeznénk meg, még akkor sem, hogyha jól mennek a dolgaink. Másrészt pedig azt kell látnunk, hogy amíg ezek a pogány emberek mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az életüket, addig Istennek a gyermeke lement a hajó aljába, és nyugodtan alszik, nem tesz semmit értük. Miután felébresztik, még akkor sem, miután megkérik, hogy imádkozzon a saját Istenéhez, még akkor sem tesz semmit, csak mikor már a halnak a gyomrában van. Nagyon sok esetben előfordul, hogy Istenben nem hívő emberek is sokkal többet megtesznek mások életéért, mint mi adventisták, akik tudjuk, hogy nem itt a földön kell keressük a kincseket, hanem az igazi kincsek a mennyekben vannak. Jézus Krisztus adott példát nekünk, hogy hogyan éljünk, legyünk irgalmasok másokkal, legyünk könyörületesek, de még sokszor a világias dolgokkal vagyunk mégis elfoglalva. Pedig felelősséggel tartozunk embertársainkért, felelősek vagyunk az ők örök életükért. Felelősek vagyunk azokért az emberekért, akik hozzánk hasonlóan viharos időket élnek meg. És Isten lehet, hogy ezért engedi meg sokszor, hogy ne egyedül menjünk át egy próbán, hanem másokkal együtt, olyanokkal, akik nem ismerik Istent, akik lehet, hogy nem látják Istent a próbában. Jónás sem véletlenül került egy hajóra a többiekkel. Jónás mégis lement a hajó aljába, és aludt, nem tett semmit.
Most szeretném röviden néhány gondolatban összefoglalni az elhangzottakat. Lehet, hogy Jónáshoz hasonlóan mi is elaltattuk a lelkiismeretünket, lehet, hogy csak testi keresztények vagyunk. Tudnunk kell, hogy ez egy nagyon veszélyes állapot, de a jó hír az, hogy nem kell ebben az állapotban maradjunk. Hogyha próbákon megyünk át, hogyha Isten megpróbálja az életünket, akkor tudnunk kell, hogy ez Istennek a szeretetének a jele. Hiszen ő jön utánunk, ő az, aki fel szeretne ébreszteni bennünket. És hogyha ébren vagyunk, akkor ébresszünk fel másokat is. Az ő kezébe helyezzük az életünket, hiszen az ő kezében lehetünk a legnagyobb biztonságban, mert Jézus Krisztus hordozta el a bűneinket a kereszten. Vigyázzunk a lelkiismeretünkre, hogy ne altassuk el, ne hunjunk szemet bizonyos dolgok fölött, még apró dolgok fölött sem. Hogyha pedig rossz irányba tartan az életünk, akkor tudjuk, hogy Isten utánunk jön, nem hagyja, hogy végleg hátat fordítsunk neki. Ezért adjunk hálát neki, és vigyázzunk, hogy ne altassuk el a lelkiismeretünket. Az Úr Jézus szent lelke segítsen meg bennünket ebben. Amen.
türelmet kérnék a gyülekezettől, meghívom Jancsa Erik testvért, hogy mutassa be a Világ reménye című napilapunkat. Sok szeretettel üdvözlöm a jelenlevő testvéreket. Nagyon röviden be szeretném mutatni azt, hogy megjelent ez a Világ reménye című lap, ez az első szám. Tehát a Kalotaszeg reményének a folytatása lenne, csak most már egész Erdélyre ki szeretnénk terjeszteni. És ugyanaz a stílus, tehát van benne egészségügyi rész, és aztán egy csomó minden lelki, történelmi. Az ország, az Erdély megyének a nagy részében próbáljuk most terjeszteni. Az Erdély központja Kolozsvár, és a kolozsvári gyülekezetre is hárul egy teher, egy kellemes teher, hogy próbáljuk terjeszteni Kolozsváron ezt a lapot. Tehát ennek a lapnak is ugyanaz a cél, amit a Kalotaszeg reményének, tehát az irodalom terjesztés, a Biblia ismerete és Isten dicsőítése, és az, hogyha lehetőleg minden olvasó üdvözülne. Azt szeretnénk, hogyha 10 lapot kiosztunk, abból 2 vagy 3 család vállalja, hogy kéri tovább. Philip István testvérünk 1000 darabot rendelt a kolozsvári gyülekezetnek. Ez azt jelenti, hogyha mindenki az aktív tagok közül hazavinne mondjuk 5-öt, és odaadná közvetlen szomszédainak, akkor ez az 1000 darab ellene osztva. A módszer az lenne, hogy adjuk oda az első lapot, mondjuk az illető szomszédnak, barátnak, ismerősnek, hogy olvassa el. Egy hónap múlva ugyanoda visszamegyünk, tehát fel kell egyezzük, hogy kinek adtuk, és adjuk a másodikat. Azok is itt lesznek júniusban a Színház előterében. És mikor a másodikat átadtuk, megkérdezzük, hogy olvasta-e az elsőt. És azt mondja, igen, megkérdezzük, szerette, és azt mondja, igen, akkor megkérdezzük azt, hogy szeretné-e továbbra is kapni. És azt mondja, hogy igen, akkor feljegyezzük magunknak valamiben, aki többet viszonak, lesz egy ilyen táblázat is, tehát ezen 20 hely van, aki azt mondja, hogy én elviszek 20-at, vagy 30-at, vagy 50-et, van egy pár személy a gyülekezetből, aki már vállalkozott erre is, azokat persze feljegyezzük, hogy milyen utcákban mennek, mert azok már nagyobb területet lefednek, és ha azt mondja, hogy igen, kéri, akkor megkérdezzük a kulcskérdést, hogy szeretné-e támogatni? A támogatás összege itt van hátul, tehát elfogadunk szeretettel adományokat, évi 25 lej a minimál előállítási költség. Kalotaszegen ezt nagyon könnyen megadták, nyugdíjas, kis nyugdíjasok álltak a 25 lejjel, hogy adják már ide a pénzt nekünk, és mert tudták, hogy nyomda pénzbe kerül. 25 lej, 12 számra egy évre, azt jelenti, hogy 2 lej darabja. 32 oldal, színes, jó minőségű, meglátjátok már mind a papír minősége. Ha azt mondja, hogy igen, szeretné támogatni, akkor a pénzt elveszük tőle. Ha valaki többet szeretne terjeszteni, az kap egy nyugtatömböt. Ha valaki csak 2-3-at, 4-et, 5-öt ad a szomszédoknak, és 1-2-en fizetnek, az előn ide az imázba, s valahogy megszervezzük, hogy lesz itten egy nyugtatömb, és fogunk neki írni nyugtát, ha normálisan ezt így kell csinálni. Ha valaki szeretne adni ismerőseinek, van, aki már azt mondta, hogy ő inkább megrendelne néhányat, és adna úgy néhány barátjának több ideig, ingyen, az is lehetséges, persze, de akkor az is fel kell iratkozzon, hogy tudjuk, hogy hány darab kell, és akkor azt kell állni anyagilag. Ha valaki úgy, mint a Kalotaszeg reményét szeretné magának megrendelni, az ugyancsak feliratkozhat itt nálam, és azt hiszem még Margit testvérnő is még besegített a múltkor, hogy nála iratkoztak, és akkor az rendesen fogja kapni ezen a helyen. Ha valaki anyagilag szeretné támogatni ezt a munkát, mert különböző más költségeink is vannak, például az egyik az, hogy szeretnénk, ha lehetséges lenne, terjesztőket alkalmazni napszámban, vagy részmunkaidőre, vagy akár teljesen, akik a rengeteg fehér területen hordanák ezt a lapot. Tehát egyelőre 38 ezret sikerült nyomtatni a Világ reményéből. Ez azt jelenti, hogy Erdélynek körülbelül a 10%-át tudjuk lefedni. Erdélyben körülbelül 400 000 magyar ajtó van.
És ha szeretnénk tovább menni, például ott vannak a nagy fehér területek, Bihar, Szatmár, Hargita, Kovászna, de akár itten Kolozsvártól Váradig nekünk gyakorlatilag nincs gyülekezetünk. Ha szeretnénk ezt megtenni, akkor a támogatósok által lehetséges lenne, hogy emberek, tehát testvéreink, vagy aki erre vállalkozik, az tudja megtenni. Aki szeretné tehát ezt a lapot, itt a kiáratnál elvett néhány darabot, aki többet vesz, azt felírom azért, hogy lássuk, hogy melyik utcába osztaná. Például azt hiszem, hogy László testvérnő, vállalnák a Múrésúli oltulóit, akkor Sós Annuska Tulcsa utcát, és Bölösoly Robi testvérünk, aki most látom nincs itt, az a Duna utcát. Köszönöm a türelmet, ha valakinek van kérdése, a kiáratnál beszélhetünk. Befejezzük Isten tiszteletünket, a 252-es számú éneket fogjuk énekelni az adventista éneket. 252. Mennyei jó atyánk, köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük, hogy Jónás történetéből felfedezhettünk néhány tanulságot. Kérünk szépen, hogy te segítsél meg bennünket, hogy tudjunk megváltozni ebből az állapotból, amiből vagyunk, a testi kereszténységből, hogy igazi követőit tudjunk lenni. Erre kérünk ma délelőtti alkalommal az Úr Jézus nevében. Amen.
és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Amen. Köszöntelek, barátaim! Ma szeretnék megosztani veletek egy különleges történetet. A történet egy csapatnyi lelkes fiatalról szól, akik meghallották, hogy Isten szolgálatra hívta el őket másokért egy különösen veszélyes területen. A kockázatok ellenére a fiatalok az Úrba helyezték bizalmukat, és azt mondták, elmegyek. Mielőtt azonban elindultak volna, hosszú időt töltöttek imában, arra kérve Istent, hogy vezesse őket. Minden bizonnyal titeket is magával ragad és ösztönözni fog, ami velük történt. A történtekről Geoffrey Mbuana lelkész számolt be, a generálkonferencia egyik alelnöke. Az Indiai óceán tanzániai partjai mentén terül el egy körülbelül 8000 lakos számláló város. A lakosok nagy része, több mint 99%-a egy nem keresztény hitet vall. A helyi lakosság erősen babonás, a térség lakosainak nagy része nem ok nélkül fél tőlük. Az évek során számos próbálkozás révén szerették volna a hármas angyeli üzenetet ide is eljuttatni, sikertelenül. A 2000-es évben azonban az egyik közeli város gyülekezeteinek ifjaiból összeállt csoport bátorságát összeszedve egy eladás sorozatot készült tartani a városban. Nem túl bonyolult előkészületek után elutaztak a városba, és egy lakást béreltek ki. Szem előtt tartva azt, hogy az előttük álló feladat kényes és kockázatos, úgy döntöttek, hogy 2 hetet buzgó imádsággal töltenek, könyörögve Isten közbelépéséért és a helybeliek megmentéséért. Néhány nappal később, meglepetésükre, a város vezetősége engedélyt adott a sorozat megtartására. Hamarosan köztudottá vált, hogy a városban adventista ifjak készülnek sorozatot tartani. Az ifjak buzgón imádkoztak tovább minden nap, kora hajnalban a tengerparton, jóval azelőtt, hogy a városlakók legnagyobb része felébredt volna. A fiatalok tehát minden reggel találkoztak a tengerparton, és az Úrhoz kiáltottak könyörögve a városlakókért és a sorozat sikeréért. Egyik reggel a városvezetői tudtukon kívül egy csoport fiatalt küldtek ki a partra, hogy ezeket az adventista ifjakat megöljék, még a sorozat kezdete előtt. Megtudták, hogy a fiatalok minden reggel 5 órakor a partra mennek imádkozni, az idő és a helyszín így nekik is kaporra jött. Amikor tehát egyik reggel a bérencek kimentek a partra, meg is találták ifjainkat, amint térden állva buzgón imádkoztak a tengerparton. Amint hozzájuk közeledtek, a támadók egy tűzfalat láttak, amely körülvette az imádkozókat. Megrettentek, és nem merték őket megtámadni, inkább elmenekültek. Az adventista ifjak ragaszkodtak szándékukhoz, és megkezdték az előadás sorozatot. A városvénei azonban elhatározták, hogy leállítják őket. Elküldték a saját ifjaikat, hogy ellopják a szabadtéri előadásokhoz használt bútorokat és felszerelést. Amikor azonban éjszaka megközelítették azt a helyet, ahol a felszerelést tárolták, egy magas, fehér ruhába öltözött férfit láttak lángoló karddal a kezében járőrözni a helyszín körül. Gonosz tervük ezúttal is füstbe ment. A városvénei végül megelégelték a dolgot, és azt mondták bérenceiknek, gyávák vagytok, és semmit sem tudtok rendesen elintézni. Kénytelenek leszünk saját magunk foglalkozni az ügyel, és saját kezüleg elintézni ezeket az adventista fiatalokat.
Rövid időre rá, miközben éppen az egyik előadás zajlott, két idős népviseletbe öltözött férfi vágott át a hallgatóságon, egyenesen az emelvényen beszélő fiatal fele tartva. One of the young Adventists was preaching. But before they reached the front. Mielőtt azonban odaértek volna, egyszer csak ugrándozva futni kezdtek, és így kiáltoztak. Éget, éget, elégünk! Az emelvény irányába szaladtak, majd azt megkerülve elhagyták a helyszínt. Érdekes módon senki sem látott lángokat, pedig a betolakodók úgy viselkedtek, mintha tűz égetni őket. Később a kétvén elmesélte, hogyan akartak rátámadni a beszélőre, de azt egy tűzfal vette körül, amelyen nem tudtak áthatolni. Ezt követően a városi fiai megkeresték az adventista ifjakat, és megkérdezték tőlük, hogy miféle természetfeletti erők segítségével védik meg magukat. Az adventista ifjak válaszképpen elmondták, hogy nem hisznek a babonákban, és semmi közük ilyesmihez. Amikor megkérdezték az érdeklődőket, hogy milyen erőről beszélnek, azok elmesélték nekik, mit láttak, amikor megpróbálták őket megölni. Erre az adventista ifjak elmondták, hogy a menny élő Istenét szolgálják. Ő pedig elküldi az angyalait, és megoltalmazza őket. A történtek elterjedtek az egész városban, sőt, még a szomszédos városokban is, és sokan megkeresztelkedtek. Amikor a dolognak híre ment a környéken, egy újságíró is felkereste őket, és írt egy riportot egy országos napilapba. Habár a térségben végzett munka kihívásokkal teli, ma mégis három szervezet gyülekezetünk működik itt. Ezeknek összesített taglétszáma meghaladja a 200-at. Az ifjúsági csoport több tagja bibliamunkás, kettő pedig egyenesen lelkész lett. Barátaim, tudjuk, hogy az Úr tüzes falként vesz körül bennünket. A Tanácsok a gyülekezetnek című könyv 52. oldalán eredetiben ezt olvassuk. Isten gyönyörködik alázatos és szelíd gyermekeiben, akik lelkiismeretesen követik mesterük lábnyomait. Magukhoz vonzák az angyalokat, akik szívesen időznek ösvényükön. Lehet, hogy észrevétlenül elkerülik őket azok, akik nagy teljesítményekre hivatkoznak, és akik szeretik előtérbe hozni jó cselekedeteiket, azonban a menny angyalai gyönyörűséggel lebegnek felettük, és tűzfalként veszik körül őket. And are as a wall of fire round about them. Az egyik cikkében Ellen White a következő csodálatos gondolatokat fogalmazza meg. Arra kell törekednünk, hogy elszakadjunk a bűntől, Jézus Krisztus vére érdemeire építve, így a nyomorúság idején, amikor az ellenség nyomást gyakorol ránk, angyalok között fogunk járni. Tűzfalként vesznek majd körül bennünket, míg egy napon majd találkozunk velük az Isten városának utcáin. A tengerparton imádkozó ifjakhoz hasonlóan helyezzük mi is bizalmunkat az Úrba, és mondjuk azt, elmegyek, bárhová is küld. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy angyalaid révén megoltalmaztad ezeket az ifjakat, és megnyitottad az utat az üzenet hirdetése előtt abban a városban. Urunk, hálát adunk neked az ifjakért, akik mások javáért még a lehetetlenre is vállalkoztak, mivel kitartó imádságaikra válaszképpen erőt kaptak tőled. Segíts nekünk is levonni a tanulságot és bizalommal előlépni tudva azt, hogy ha életünket a kezeidbe tesszük le, akkor tűzfalként fogsz minket is megoltalmazni. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, és ígéreted szerint hamarosan visszatérsz. Mindezt Jézus nevében kértük. Ámen. Amen.